sikeres írónő, az egyik legismertebb magazin főszerkesztője, és egy ideje már tévés műsorvezetőként is bizonyít. A bájos Szalai Vivienről azt is tudni lehet, hogy pár hónapja boldog feleség, aki sok-sok munkája mellett mindig szeretne a párja, a kajakos Kökény Roland kedvében járni. Most éppen főzni tanul, mégpedig egy profi séftől, Kovács Lázártól. Sütöttél már tököt? Nem. Nem? De most faragtunk tegnap. Igen, várjál, nem faragni kell, megsimogatni. Mert akkor kívánni kell, utána kívánni lehet egyet. Tényleg? Tényleg, van, nem kívántál még? Nem, gyorsan, akkor simogass meg a tököm. A Fem3 Café műsorvezetője Szalai Vivien a tök simogatás mellett bevásárolni, ús bontani és legfőképpen főzni tanult Kovács Lázártól. De ilyenkor már nincs más dolgod, mint hogy az egészet berakd a sütőbe. Vivien általában inkább könyveket ír, emellett főszerkesztője az egyik legnagyobb példányszámú Sztár magazinnak, és a Fem3 Café egyik műsorvezetőjeként is nap mint nap helyt kell állnia. De úgy gondolja, újdonsült feleségként most már a konyhaművészetén sem ártana csiszolni egy keveset. Szeretnék a munka mellett a női szerepekbe is kiteljesedni otthon, és meg szeretnék tanulni pár nagyon incsiklandó fogást, hogy a férjemet kényeztessen vele, mert azért 32 évesen ez több mint kellemetlen, hogy csak kb. Háromféle ételt tudok elkészíteni. Kovács Lázár, a Paprika TV séfje, a bevásárlás rejtelmeibe avatta be először. Minden kezdet ugye itt a vásárlásnak kezdődik. Megpróbáljuk kiválasztani azokat a legfinomabb nyersanyagokat, amit szerettek. A válogatás közben Vivien elárulta, nagy ritkán azért beszabadul a konyhába, de volt, hogy a tányér helyett a falon kötött ki a vacsora. Vivien ugyanis nem tudta, hogyan kell bánni a főzőkuktával. Konkrétan berobbant, igen. Jó, hát akkor nem volt probléma. Igen, hajnali 3-ig mostuk a facalt anyukámmal, majd jött a festő egy hét múlva. De még a plafonon is 20 fatok lógtak, tehát ez volt a mindenkori horror sztori, ekkor még Roli nélkül értem egyébként, úgyhogy ezt így próbáltam eltitkolni sokáig. Mi szólt a festő, hogy így ment, és akkor... Hogy ezek a 20 fatok... Eldönteni, hogy tömeggyilkos vagyok-e, vagy ennyire hülye. Az alapanyagok kiválasztása után a konyhában Vivienre is kötény került, Kovács Lázár pedig felajánlotta neki a késkészletét. De hogyha megfogod, ez pont hozzád illik. Persze a műsorvezetőnek ezzel kapcsolatban is volt egy valós sikerült sztoria. Megvettem a tyúkot, de egész be a piacon. És azra én nem voltam felkészülve, viszont a feldarabolásában nulla gyakorlatom van, ezért nézegettem a késeket otthon. Úgyhogy amikor már a nyakát a recé és kenyérvágó késsel elkezdtem valamennyit trancsírozni, szóval akkor már rájöttem, hogy itt nagy probléma van, és akkor elrohantam venni végig is egy húsbárdot. Ha nem is a húsbárdal, de boncoló késsel Lázár megtanította Vivient könnyen, egyszerűen és gyorsan csirkét bontani. És kaptál egy igen, csontos repülőcsirkét. Igen. A húst megpirították, és sok zöldséggel nyakon öntve 180 fokon megsütötték. A tököket simogatás és sütés után kikaparták, majd mézzel és fahéjjal és egy narancsnak a levével fűszerezték. Az így kapott tök pürére végül rákerült a sült. Lázár azt mondta, ezzel az étellel garantált a siker. Nem lesz az a férfi, aki azt mondja, hogy nem jó. Úgyhogy mi szólsz ehhez, mi a véleménye, szerinted otthon meg tudod ezt majd? Igazi ízorgiának néz ki. Szerintem jó? Igen. Viszont szeretnék egy olyan dolgot, hogy ezt te tényleg nélkülem önállóan elkészítsd. Mit szólsz, megméretteted magad? Benne vagyok. Egy pár igen, napulva? Benne vagyok. Jó, rendben. Hm? Köszönöm szépen. A Fémien főzővizsgája élőadásban lesz a jövő héten a Fem3 Caféban, addig pedig otthon gyakorol majd olimpiai bajnok kajakozó férje Kökény Roland legnagyobb örömére.